A panacyok stb. mai adásának vendége fekete zsuzsa kommunikáció és stílus szakértő szeretettel köszöntelek. Itt egy nagyon izgalmas váltás az, ami megfogott engem minket abban, hogy téged ide ma meghívjunk, És ez szerintem példaértékű és, és sokak számára követendő, hát ha nem is pont ugyanez, de egyáltalán az, az hogy eljuss odáig hogy egy kiégésből rájöjjél arra, hogy mi okoz neked örömet. Elkerültem egy szervezethez, ahol kineveztek kommunikációs igazgatónak, és gyakorlatilag itt kezdődött az én kálvárjám. Én nem akartam vezető lenni soha, tehát nekem egyáltalán nem volt ilyen szándékom, nincsenek is meg azok a skilljeim, én nem vagyok egy vezető típus. Nem tudok követelni, ellenőrizni, én túlzottan szeretem ehhez az embereket. Én mindig így simogatom őket, meg így gondozgatom, meg hogy így a lelke mindenkinek rendben legyen, és nem volt meg az a határozottságom, az a, az a fellépésem, meg egyáltalán teljesen mindenféle vezetői tudás vagy képzés nélkül léptem bele ebbe a feladatba. És Rettenetesen megszembettem ezt. És mivel szerettem volna bizonyítani a vezetőimnek, szerettem volna bizonyítani a munkatársaimnak, hogy én persze jó főnök vagyok a vezetőknek, hogy hát nem véletlenül neveztek ki engem erre a posztra, ezért megkettőzött erővel, vagy hát inkább megsokszorozott erővel dolgoztam, és lelkes is voltam, hogy valami olyat létrehozok, ami korábban nem volt. És ebben én azt éreztem, hogy az eleinte, hogy boldog vagyok, de már ez a kiégésnek az első fázisa, amikor túl vagy, amikor túlzottan beleteszed magad. Hát nem baj, ugye, hogy én este 10 órakor vagy 11-kor még megválaszolok egy e-mailt. Nagyon szívesen, hiszen fontos az ügy. És akkor jön a csapó kettő, amikor eljutok ugye a kiégésnek a második fázisába, hogy akkor már nem esik jól 11-kor megválaszolni az e-mail, de azért még húzom az igát, lóg a belém, de azért csinálom, és hogyha már nem válaszolok este 11-kor az e-mailre, akkor számon is kérnek, na de hát eddig ezt megtetted, most miért nem csinálod? És akkor már azért elkezdenek jönni egy kicsit a testi tünetek is. És aztán jön a csapó három, a kiégésnek a harmadik fázisa, amikor már utálok mindenkit utálom a munkámat, és nem az a célom, hogy ezt kreatívan vagy jól megcsináljam, hanem az a célom, hogy túléljem. Hogy, hogy képzeld el, hogy az volt, hogy jött egy e-mail, ki a franc írt már nekem megint e-mailt, csörgött a telefon, ki a francnak jutott, ami nem ilyen szép volt, de most <gül> <gül> szeretném egy kicsit moderálni magam, szóval, hogy kinek jutott eszébe, hogy már megint felhívjon. És volt ez egy, ez egy annyira ilyen emlékezetes nekem ez, ebből az időszakból, hogy ülök a wc és azzal ö, próbáltam így ö, kicsit relaxálni, hogy számoltam, hogy hányan hívnak aznap, és a 122 hívás volt a maximum, de azért általában ez a 80%, ez minden nap megvolt. és nem csak annyit kérdeztek, hogy hogy vagy, hanem mindenkinek volt valami problémája, amit meg is kellett oldani. És és görgeted magad előtt És görgetem magam a feladatokat, mellőd. ígéreteket. Igen, igen, és akkor már nem tudok aludni, folyamatosan gombóc volt a torkomban, az a stressztől, ez az álmatlanság, ez rettenetes volt, a feladatokkal álmodtam, arra, arra riadtam fel éjszaka, hogy mi az, amit nem válaszoltam meg, mi az, amit nem csináltam meg, mi az, amit elfelejtettem, és ez a feledékenység, ez borzasztó volt, mert hogy olyan kellemetlen szituációkba kerültem, mert fontos dolgokat felejtettem el. Tényleg fontos dolgokat, és nem győztem mentegetőzni. Egyébként ezt a változókor is hozza ezt a feledékenységet, ezért is kértelek, hogy egy ilyen kis puskát hagytagyek már ide magam elé, de még nem kellett belenéznem. Jó, tehát eljutottál arra a szintre, amit szerintem nem mindenki érez olyan utólag, Visszanézve tudod ezt ilyen jól rekonstruálni, de akkor nem érts. Azt érzed, hogy valami nincs rendben, mm -hmm. de ilyen tisztán nem látsz akkor. Nem. Én is csak visszafelé látom, és az az érdekes, hogy én húsz évvel ezelőtt a Szemelveis Egyetemen elvégeztem a mentálhigiénis szakot, mert közben engem mindig pihentetett, ha tanulhatok, elvégeztem a kócsképzőt, és hát ott tanultunk a kihigésről, és mikor benne vagyok. Akkor nem tudom, mert velem történik, mert érzelmileg érintett vagyok, és egyáltalán akkor vettem már észre, amikor gyomorfekélyem lett. És akkor már nagyon régóta rettenetesen fájta a gyomrom. És akkor azt gondoltam, hogy ez elég lesz, hogy szépen elmegyek az orvoshoz, felírtak minden diétát, én akkor hosszú évekkel ezelőtt már átváltottam a vegánítkezésre, átváltottam a gluténmentes kajára elmentem ilyen elvonulásra, csináltam 40 napos léböjtöt, hu, attól friss lettem, hogy 40 napig az ember nem kajál, olyan hihetetlen energiát ad, és az, az mondjuk egy fantasztikus élmény volt. És akkor ezek velem így életben tartottak. Míg nem végül, állandóan azt mondogattam, hogy az agyamra megy a munka. Az agyamra megy a munka. És annyira kell vigyázni azzal, hogy mit mondunk, mert az lett, hogy, hogy az agyamra ment. Mert egyik nap összeestem a munkahelyem előtt, amikor este mentem haza, és ott feküdtem a járdán, és csak így néztem az eget, és mert késő volt, nem járt arra senki, és akkor így gondolkodtam, hogy most mi van. Rettenetesen szédültem, és akkor ugye elküldtek emerire, és kiderült, hogy van egy másfél centiméteres elváltozás az agyamban. És hát ez nyilván egy hatalmas vízcsengő volt, és viszont a szédülés nem ettől volt, hanem a stressztől. Azt mondta az orvos, hogy nem, nem attól szédülök, hogy ott van ez a daganat. És akkor kértem három hónapot, hogy most mit tett, hogy nagyon félek az operációtól, meg az orvosoktól, és kértem időt, hogy lehet-e valamit csinálni. És akkor megint jöttek ezek az alternatív dolgok, tudom, hogy ez egy megosztó dolog, de hogy mégis az volt, hogy újra elkezdtem léböjtözni, elkezdtem ilyen megerősítéseket mondani, hogy egészséges vagyok, fit vagyok, jók a szerveim, jól működik. És aztán, mikor három hónap múlva visszamentem az orvoshoz, azt mondta, hogy nem kell operálni, mert úgy néz ki, hogy ez betokosodott. És azt mondta, hogy köszönjem meg Istennek, mert hogy ez egy isteni csoda.